Szerencsés helyzetben van Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hiszen földrajzi adottsága miatt 3 határmenti programban is részt vehet, hangsúlyozta a Turisztikai Örökség Kis-Európában című projekt záró rendezvényén a nemzetközi helyettes államtitkár. Perényi Zsigmond kiemelte, infrastruktúrális fejlesztésekre lehet fordítani majd a határmenti programok forrásainak közel felét, de továbbra is kiemelt prioritás lesz például a turizmus, a történelmi örökségek megőrzése. Lesznek úgynevezett stratégiai projektek. Ez a teljes forrásnak az 50%-át jelentheti. Ez azt jelenti, hogy ha majd lesz egy pályázó, aki egy stratégiai projektben szeretne részt venni, annak nem kell a különböző prioritásokhoz pályázni, hanem minden prioritást, ami van, mondjuk van 4 prioritása egy pályázatnak, abból egy sokkal nagyobb keretet tud felhasználni az ő stratégiai projektjére. Szóval, ha veszünk egy sima pályázót, akkor maximum 1 millió eurónyi pályázati forrás tud majd elérni. Hogyha a stratégiai projektről beszélünk, akkor akár 2-3 millió eurónyi projektről fogunk beszélni. Ezek nagy projektek. A Turisztikai Örökség Kis-Európában című projekt záró rendezvényén a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke arról szólt, a 2014 év elején indult projekt célja Kis-Európa, azaz Szatmár és Kárpátalja, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikai versenyképességének javítása volt. A legfontosabb eredménye, hogy történt egy adatfelvétel, egy adattár, hogy milyen turisztikai értékek vannak a megyében, a megyékben, a határon túli partnereknél, és mire lehet építeni, és erre pedig egy turisztikai stratégia is készült, amelyet nyilván fel fogunk használni a jövőben, a következő fejlesztési időszakban megjelenő pályázatoknál, hiszen ezek a célok támogathatóak lesznek mind magyar-román programban, mind pedig az ENIS programozási keretben is. A rendezvényen a Magyar Turizmus ZRT regionális igazgatója kiemelte, a tapasztalatok szerint a határmenti térségek erős turisztikai régióként tudnak dolgozni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szeretném is hangsúlyozni, nagyon sok jó turisztikai projekt született, és remélem, hogy a jövőben is sok fog még megvalósulni. Ez mind-mind azt eredményezheti, hogy az a fajta piacra vitel, az a fajta turisztikai piacon való megjelenés úgymond igényelni fogja a partnerek közötti együttműködést. A rendezvényen elhangzott, a közel 400 ezer eurós projekt ideje alatt többek között örökségturisztikai ismeretanyagok, e-learninges csomag és több turisztikai kisfilm is készült.